Kucsera Gábor Csehországba utazott barátaival, hogy kipihenje a hétköznapok fáradalmait. Itt van velünk a stúdióban Tápai Szabina, Kucsera Gábor és fiúk, Kucsera Bence. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Látom, hogy ő a családfő, tehát hogy meghatározza az életeteket. Ő igen, abszolút. Valamit a fejébe vesz, úgy látom, az akkor igen, az úgy kell van. Lennie. Irányító típus, mint irányító anya. Irányító típus, mint anya? Nem, vagy így. Így van ez jól, viszont igen, irányító típus anya, akkor hogy engedte el apát? Meg kellett fűzni anyát, hogy engedjen el egy kicsit, és aztán minden rendben lesz. Persze anya mondta, hogy na jó, menjél, de akkor egy drága, szép igen. Ajándék. Nagyon helyes anya. Gyere, jó iskolád volt. Térjél haza vele. De azóta se kaptam semmit, most, hogy így mondod. Hát nem hozott az egy rekesz sört, vagy ilyesmit? Hát még rekesz sört, még kartonsört hoztam az édesapának. Eltaláltad, hogy mire vágyott az asszony. Rám vágyott, hazahozta magam épségben. Ennyi történt. Na, drága, én... szép, nagy. Mi másra vágyott az asszony? Igen. De mi volt egyébként, tehát valami fiúbuli? Ez egy a sógorommal kimentünk, mi gondolunk kicsit Csehországba, elmegyünk egy sörlátogatásra, jó söröket, csülköt, éttermeket végigjárjuk. Azóta se tudom, hogy pontosan mi történt ott egyébként. De figyelj, sógorral volt, tehát a te testvéreddel. Nem. Az én nővéremnek a férjével voltam. Őket, kettőket nem kell félteni soha. Tehát, úgyhogy részleteket tudok, de hát mélyre menően nem számoltak be arról a hétvégére. Őszintén mentek az SMS-ek óránként, fél óránként, hogy hol vagy, Gábor, mit csinálsz? Hogy is, körülbelül fél nap után jutott szerintem eszébe, hogy egyáltalán bejelentkezzen, hogy életben van, mert ugye reggel azért úgy engedtem el, hogy legalább az útról küldjön, vagy ha megérkeznek, hát semmi, annyira jól érezték magukat, hogy teljesen megfeledkeztek arról, hogy mi itthon vagyunk. Belemelegedtünk ilyenkor a azért mondom, városnézésbe. Ki tudja, szép látványosságokban. Tényleg nem tudom, tehát mindenkire ráfér egy kis szórakozás. Igen, azt gondolom, hogy ez így jó. Közben pedig az otthoniakat meg kell nyugtatni, és tudom, volt feleségként, hogy ez számít. Tehát, hogy hello. Jó, de valószínűleg elfelejtettem, de... Nem szokott néha ezzel foglalkozni, és probléma. Megszoktam én ezt már. A szép tájba belemerültem. Aha. Mennyire vagytok egyébként ilyen számon kérősek? Én szeretem, hogyha elmegy otthonról, akkor tudom, hogy hol van. Nem amiatt, hogy csajozik, vagy féltékenység, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azt akarom tudni, hogy... Nem is feltételeznék ezt a Gáborról. Á, nem szeretik ők. Szerintem senkinek föl se tűnik a kinézete, nem hiszem, mindig hogy a lányok jó megkörnyékeznék. Tehát, ugye Gábor? Igen, ez soha, még soha hallomásból sem tudsz ilyen sztorikat. Néha belemerülnek a buliba, és akkor szeretem tudni, hogy mikor éppen merre jár. Na jó, de egyébként az ország egyik legszebb nője a felesége. Igen. Igen, ezt mindig elmondom egyébként. Ezt mindig. Mert, hogy a testvérem ezzel enged útnak mindig. Tehát, hogy mondjam meg a Szabinának, hogy. Hát én megmondom. Nem, viszont én nem szoktam annyira Szabit számon kérni. Uh-huh. Én inkább ebben a lazább vagyok ebben a kérdésben. Emiatt én számon kérem. Emiatt igen, kétszer is duplán is számon kérni. Én el szoktam engedni mindig, elmondja, hol, én nem szoktam számon kérni. Úgy vagyok vele, hogy mindenkinek kell egy kis magánszféra, kikapcsolódás, és ha elmegy, akkor érezze jó magát. Itt jól el voltál egyedül Bencével, vagy ilyen? Abszolút jól el voltunk, tehát így és jó. És Gábor otthon van, és sokat segít, mert most Bence nagyon bújik hozzá. Igen, a Benni nagyon apás, főleg amióta visszamentem kézilabdázni, azért ők nagyon sok időt töltenek együtt, sokszor van, hogy ő viszi, meg ő is megy érte a bölcsibe, hogyha én nem érek vissza Fehérváról. Tehát ez nem okoz neked gondot fölkelni reggel vele, vagy érte menni? Nem. Abszolút, nem. Nagyon sok embernek gondot okoz, és ez tök jó, hogyha nem. Nem, a hajnali kelés okoz néha gondot. Jó, hát az nekünk is. Okozott nekem is egy másfél évig, úgyhogy most átadtam a stafétabotot. De nem, egyébként nem okoz gondot, szóval én tényleg jövök, megyek vele, úgyhogy nagyon jó el vagyunk vele. Igen, mi nem vagyunk ilyen otthonülősök, szóval vagy együtt, vagy ők ketten is, vagy külön-külön is, mindig megyünk valamerre a Bencével, és ő ezt így már megszokta, meg szerintem szereti is. Na. Mi még a cél neked a sportban? Mit látsz? Hogy egy picit egy huszárvágással témát váltsak. Cél? Figyelj, nekem már ilyen óriási nagy terveim nincsenek, én épp az aktuális csapatomban most, hogy a Fehérváron még szeretném azokat a célokat teljesíteni, amit mondjuk a csapatvezetés kitűz. Én azt gondolom, hogy nekem egy-két éven van még hátra, én most már... Éves vagy most, Szabina? 30. És én most már egy kicsit tekintek azért a jövőre is előre, azért is kezdtük el csinálni egy saját stúdiót a Gáborral, tehát több vágányon futok. Milyen stúdiót? Egy exkluzív fitness stúdiót, ahol a tesóm a vezető, többféle edzésformát tanítunk, vagyis hát ki lehet nálunk próbálni. Úgyhogy egy-két évet még szeretnék játszani, de most már én kifelé megyek ebből. Tényleg? Gábor is így gondolja egyébként? Szerinted Szabinának még egy-két éve van, vagy több? Hát én
Hát szerintem még egy-két év, azt mondom, lehet, hogy másodosztályban még el tud menni játszani. Én úgy voltam vele a Szabján, hogy menjen vissza játszani, persze. Szóval én akartam leginkább azt, hogy menjen vissza. Ő talán jobban akarta. Hát igen, mert úgy érzem, hogy azért ő tényleg, amikor a terhes lett, akkor neki azért le kellett mondani a sportról, tudom milyen, lemondani róla, és úgy voltam vele, hogy akkor most így alakult, akkor kicsit menjen vissza. Benne, igen, nem? Menjen tehát, vissza. Hogy amikor én visszamentem röplabdázni két gyerek után, akkor még azt éreztem, hogy még a bajnokságban valamit igen. el kell érni. Igen. Tehát, hogy még annyi benne van a testemben, a fizikumomban, a mindenemben. Én mostanában azt szoktam mondani, hogy én addig szeretném csinálni, amíg élvezem ezt az egész játékot, a kézilabdát, a milliót, és akkor utána, amikor már úgy érzem, hogy nyűg, akkor már... És Bencének lesz tesója? Dána! Hát nem tudom, azért kérdezem. Azért is kalkulálok én az egy-két évvel, mert majd szeretnénk neki egy kis tesót, és nem akarok annyira kicsúszni időben. Hát mondjuk nem csúszol ki, mert hát a második nem, de én így terveztem, hogy 28 volt, amikor a Beni született, és akkor az ilyen 31-2 körül azért szeretném a következőt, ha apa is úgy akarja. Igen, Gábor, legyen tesó. Én szeretnék, igen. Mostanában azért elgondolkodunk. Né úgy vagyok vele, amikor van sokat, hogy a Bence, hogy még egyet nem szeretném. Nagyon szép az új cipő, de igen, azért szeretnék a Bencének még egy gyereket, a Szabinának is, van testvére, én is, nekem is van egy nővérem. Úgyhogy úgy nőttünk fel, és az tényleg nagyon fontos, hogy legyen egy testvér, akivel tényleg lehet gyerekkorban elhülyeskedni, aztán meg lehet rá számítani. Meg tényleg nagyon-nagyon szereti a gyerekeket. Szóval. Hát meg azért belőled még egy, aki csaj. Tehát, hogy jó lenne azért egy kis csemben, még egy fiúval, én nem tudom, hogy csinálok három fiúval. Nézzek a Gábornak a fejét. Láttam. Egyébként én lányt szerettem volna. Szabi nekem lesz, láttam. Nem mondtam, hogy fiú. Lányt szerettem volna. Ezt csinált, hogy no. De átértéked, nem szeretném. Rettegésre fogok élni. Hát figyelj, folyamatos kontroll, minden. A karma nem viccel. Igen, az a baj, hogy... Tehát, hogy... Én mindig ezt mondom én is, az élet mindig mindenkinek visszaad mindent. A legnagyobb számlarendező. Így jártál, Gábor. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Bence. Tök kényelembe helyeztem magát.